tanulók, tisztelt szülők, kedves kollégák! Különleges tanévet zárunk különleges módon. Pedig a 2019-2020-as tanítási év is úgy kezdődött, mint a többi, és úgy is zajlott egészen március közepéig. A tél vége fele közeledve egyre nagyobb aggodalommal követtük az eseményeket, figyeltük a híradásokat. Sajnos megtörtént, amitől tartottunk. Március 16-ától nem szólt a csengő, nem töltötte be az épületet a gyermekek vidám zsivajgása, nem élhettek a tanulók az iskolában. A Korlátok nélkül című filmben hangzott el a következő párbeszéd. Ha egy ajtó bezárul, akkor keresni kell egy másikat. És ha nem marad több ajtó, akkor bemászol az ablakon. Soha nem szabad feladni. Mi sem adtunk fel. Az iskola kapuja bezárult, ugyanakkor megnyíltak a számítógépes ablakok, amelyeken keresztül a tanulókkal, a szülőkkel együtt igyekeztünk bejutni az otthontanulás világába. Tudjuk, hogy nem volt könnyű. Mindenkit váratlanul és felkészületlenül ért a hirtelen változás. Mindegy, hogyan nevezzük, helyesen vagy helytelenül digitális vagy online oktatásnak hívjuk, de a tanítás-tanulás folyamata nem állt meg. Tisztában vagyunk vele, hogy nehéz feladat volt ez mindenki számára. Tudjuk, hogy számtalan problémával kellett megküzdeni napról napra. De ez volt az ára annak, hogy a tanévet ne kelljen meghosszabbítani, vagy ami még ennél is rosszabb lett volna, nem kell megismételni. Az új helyzethez, a megváltozott körülményekhez igyekeztünk gyorsan alkalmazkodni. Minden pedagógus kereste azokat a lehetőségeket, amelyekkel a leginkább segíteni tudta tanítványai munkáját. Ennek köszönhetően kijelenthetjük, hogy a tanév sikeresen lezárható. Sok-sok mindenről le kellett mondanunk. Elmaradtak a tavaszi, évvégi programok, a vidám kirándulások és a gyermeknapi rendezvények, a tanulmányi és sportversenyek, de legfőbb feladatainkat elvégeztük. Az elmúlt 3 hónap munkáját természetesen szeptemberben át fogjuk tekinteni. Erre azonban még korai gondolni. Ma ne a jövőt tervezzük, hanem tekintsünk vissza, és vegyük sorra azokat az eseményeket, amelyek ebben a tanévben történtek, és mindenképpen említésre méltóak. Tanulóink az idén is szépen szerepeltek a kulturális rendezvényeken. 7. osztályos tanulóink színvonalas műsorral készültek az október 23-ai nemzeti ünnepre. Méltóképpen emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire és áldozataira. Műsorukat a községi megemlékezésen is előadták. A másik nemzeti ünnep előtt való tisztelgés osztálykeretben valósult meg. Az első fél év legnagyobb eseménye a karácsonyra való készülődés, ami az idén is jól sikerült. Megrendeztük a hangulatos karácsonyi vásárt, élő Betlehemet és a már hagyománnyá vált ünnepváró meghitt karácsonyi műsort. Februárban megszerveztük a télbúcsúztató vidám farsangi délutánt. A kulturális programok közül feltétlenül meg kell említeni az idei tanévben indult Lázár Ervin programot, amelynek célja, hogy a tanulók általános iskolai tanulmányai során tanévenként legalább egyszer eljuthassanak az életkoruknak megfelelő színházi előadásra. A program keretében az első és második osztályosok bábszínházi előadáson vettek részt. A harmadik és ötödik osztályosok Szombathelyen, a Vörös Sándor Színházban a Padlás című előadást nézték.
Az alsó tagozatos gyermekeink több ízben voltak bábszínházban, és karácsony előtt Écsi Gyöngyi mesélt nekik. Az alapfokú művészetoktatásban részesülő tanulóink több alkalommal mutatták meg tudásukat. A kirándulások közül csupán egyet sikerült megszervezni. December elején tanulóink Budapesten jártak. Nagyon büszke vagyok arra, hogy tanítványaink az idén is sok tanulmányi és sportversenyen vettek részt, szép sikereket elérve. A legkiemelkedőbb eredményekre szeretnék most visszatekinteni. Az ősz folyamán Nádasladányba hívtak és vártak bennünket a Nádasdi Napok keretében megrendezett iskolai versenyre, ahol több kategóriában mértők össze a gyermekek a tudásukat és ügyességüket. Tanulóink eredményei. Helyesírási verseny. Molnár Emma, 6. osztályos tanuló, első helyezés. Ének. Földes Hanna, 4. osztályos tanuló, első helyezés. Meserajz kategória, Bukszár Anna, Horváth Martina és Szépelotti 4. osztályos tanuló, első helyezés. A Körmendi Kölcsei utcai általános iskola által szervezett kistérségi matematika versenyen két tanuló is évfolyam első lett. Szalai Dániel az 5. osztályosok közül, Cecei Márton a 7. évfolyamosok kategóriában végzett az első helyen. A matematikában tehetséges gyermekekért alapítvány az idei tanévben is megrendezte az Drényi Ilona kétfordulós matematika verseny. A megyeri fordulón az alábbi eredményeket értük el. Mátyás Ciprián, 2. osztályos tanuló, 7. hely. Murai Balázs, 4. osztályos tanuló, 13. hely. Szalai Dániel, 5. osztályos tanuló, 1. hely. Ezzel Dani bejutott az országos fordulóra, melyet június 11-én Szombathelyen tartottak. Eredménye 37. hely. Ugyanez az alapítvány egy 8 fordulóból álló, interneten zajló versenyt is hirdetett. Szalai Dániel ezen a versenyen is elindult, és dicsőséget hozott az iskolának. Azonos pontszámmal, de időkülönbséggel lett a második. A tanév folyamán sok sportversenyen vettek részt tanulóink, melyek közül a legkiemelkedőbbeket sorolom fel. Vasvár, Szent Gotthárd, Körmendi járási tornaverseny fiúcsapatunk 2. helyen végzett. Egyéniben Szijjártó Roland, 2. osztályos tanuló, 1. helyezést ért el. A 4. korcsoportos leány kézilabda csapat megyei elődöntőt megnyerte. Szukis Dorina, 5. osztályos tanuló, ugrókötél sportágban a Diákolimpia megyei döntőjén első helyezett lett. Zana Dominik, 6. osztályos tanuló, a Kickbox Diákolimpia országos döntőjén a dobogó 3. fokára állhatott fel. A többi versenyt félbeszakította a járványhelyzet. Az elért sikerekhez gratulálok, büszke vagyok a tanítványaimra és a felkészítő kollégákra. Munkájukhoz további sok sikert kívánok. Köszönöm a tanulók hozzáállását, a pedagógusok munkáját, a szülők segítségét, valamint a Szombathelyi Tankerületi Központ támogatását is. Ezek az eredmények az iskola jó hírét viszik tovább. Tanulóink eredményes munkáját, példás magatartását, szorgalmát az idén is elismerésben részesítjük. Azok a tanulók, akik kitűnő bizonyítványt szereztek, munkájuk elismeréseként jutalomkönyvet is kapnak. Példamutató magatartásukért és szorgalmukért és kitűnő tanulmányi eredményükért nevelőtestületi dicséretben részesültek az alábbi tanulók. Első osztály.
Jáger Ármin, Lenti Helga, Német Viktória, Nyári Virág, Sáfár Milán Orivér, Táncos Zoltán, Csontos Bendegúz. Második osztály. Azanger Tamás, Jóna Fruzsina, Kőrös Lili Fanni, Mányi Dávid, Mátyás Ciprián, Nagy Vitéz Bendegúz, Pintér Balázs István, Szijjártó Roland, Vidám Máté Miklós. Harmadik osztály. Farkas Enikő, Horváth Eszter, Karvalics Pap Zoltán. Negyedik osztály. Bukszár Anna, Földes Hanna, Gazdag Tamara, Jáger Méra, Kraller Előd Adrián, Murai Balázs, Szalai Réka, Szépelotti. Ötödik osztály. Földes Nikoletta, Szalai Dániel, Szukics Dorina. Hatodik osztály. Kalmár Kata. Hetedik osztály. Balaskó Julianna. A kitűnő tanulókon kívül munkájuk elismeréseként az alábbi tanulók is jutalomban részesülnek. Első osztály. Gángó Nóra, Holtai Zsombor, Solyom Krisztián, Szabó Zalán, Szász Noel Olivér. Második osztály. Földes Laura, Szabó Luca. Harmadik osztály. Bajnok Sándor, Sretner Emma, Sipos Robin, Kőrös Péter, Lenti Patrik, Mihály Áron. Negyedik osztály. Horváth Martina, Mihályka Martin, Tabányi Attila. Ötödik osztály. Kozó Csaba Botond, Tóth Máté Márk. Hatodik osztály. Dervalics Ákos, Szabó Lívia, Varga Noel. Hetedik osztály. Babos Luca, Őri Ilona. Nyolcadik osztály. Német Dániel, Solyom Klaudia. Sportban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. Második osztály. Szijjártó Roland. Negyedik osztály. Földes Hanna, Gazdag Tamara, Jáger Méra, Nyári Regina, Szalai Réka. Ötödik osztály. Földes Nikoletta, Nagy Fruzsina, Szukics Dorina, Zsoldos Liliana. Hetedik osztály. Csontos Réka, Őri Ilona. Az okleveleken és a könyveken kívül erkölcsi elismerésként az idén is átadjuk a Széchenyi emléklapot. A nevelőtestület határozata alapján a mindenkori 8. osztály azon tanulói kaphatják ezt a kitüntetést, akik az itt töltött évek alatt tanulmányi munkájukért, példás magatartásukért és szorgalmukért, közösségi tevékenységükért, valamint a sport terén elért sikereiért kiérdemlik. A nevelőtestület döntése szerint az idei elköszönők közül egy diák, Solyom Klaudia részesült ebben az elismerésben. A példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kiváló közösségi munkájáért, kulturális tevékenységéért a neki megítélt emléklapot a Ballagások veheti át. Neki is, és valamennyi dicséretes tanulónak gratulálok, és a jövőben is szép sikereket, eredményes munkát kívánok. Kedves szülők! Soha nem volt szükség olyan összefogásra, együttműködésre, mint az elmúlt hónapokban. Köszönjük a türelmüket, támogatásukat, amellyel a gyermekeink tanulását segítették. Köszönjük továbbá mindazon tevékenységüket, munkájukat, amellyel hozzájárultak rendezvényeink lebonyolításához, sikeréhez. Kedves gyerekek! A hosszú és nehéz munka után
A tanulás helyett most a pihenés, a kikapcsolódás, a gondtalan vakáció vár rátok. Kívánom, hogy tartalmasan, vidám hangulatban teljék a nyári szünet. Vigyázzatok magatokra, egymásra, hogy szeptemberben mindannyian együtt köszönthessük az új tanévet. Ezennel a 2019-2020-as tanévet bezárom, és hivatalosan is megnyitom a nyári szünetet, a vakációt. Fent a táblán a hét betű, búcsúzik az osztálytól a főnök. Az életnek